16 ezer néző volt kíváncsi a mérkőzésre, és ez bizonyítja. Akármi is történik a magyar labdarúgásban, ha beindul a bajnokság, jönnek a szurkolók. 17. perc. Az első izgalom a Siófok hálója előtt. Horváth majdnem a saját kapujába gurított. 81. perc. Bánki végzi el a szabadrúgást. Fischer fejjel, Horváth szögletre üti. És ez is szabadrúgás a 84. percben. Fischer újra fejjel, Bánki a gólszerző, 1-0-ra vezet a Fradi. A B közép öröme nem ismer határt, nem is sejtik, hogy egy perc múlva szomorkodni fognak. Támad a Siófok, bizonytalan a Fradi védelem, talán ők is a gólnak örülnek még, és Krausz egyenlít 1-1. Következnek a büntetők. Értékesített és kihagyott büntetők után a 7. sorozat döntött. Keszek belőtte, Keller viszont kihagyta, így a Siófok joggal örülhetett. Egy pontért jött az Üllői útra, kettőt vihet haza.